Szervusztok, kedves emberek! Én Robi vagyok, ez itt a Bíborhold csatorna, és a mai napon ígéretemnek megfelelően a 25 éves Hekkel kártyajáték egy új kiegészítőjéről, a homokdűnékről fogok egy videót készíteni, mégpedig az imént látott három darab boostert fogom kinyitni. A boosternek különlegessége, hogy még szerda van, és a kiegészítő csak 20-án, azaz pénteken fog megjelenni, úgyhogy ennek megfelelően a holnapi nap, azaz csütörtökön ti látni fogjátok ezt a videót, és láthatjátok, melyik az a 54 darab kártyalap, ugye 3x18 lapról beszélünk, amelyeket ezekből a kiegészítőkből fogok kibontani. Lássunk hozzá, és jó szórakozást kívánok a bontogatáshoz. Mint láthatjátok, kikészítettem előre egy playbotot, egy ollót, hogy fel tudjuk bontani a csomagokat. A csomagok különlegessége, hogy az eddigiektől eltérően nem egy dobozba készültek, hanem hasonlóan, mint bármely másik ilyen sportkártya, vagy gyűjtögetős kártyák egy része, ilyen műanyag csomagolást kapott, ilyen fólia csomagolást kapott. Ez csillog, jól néz ki, gyakorlatilag rá van írva minden, amit az eddigiekben is tapasztaltunk. De nézzük meg az első darabot, a többit ide félrerakom, és levágjuk a tetejét. Kivesszük belőle a lapokat. Láthatjuk, hogy van benne egy ilyen kód, ami valószínűleg a kódos lapok kiváltásához használható. Szerencsém van, hiszen az elsőből kibontottam. Valamint egy QR kód, ami elvisz minket a Beholder oldalára, ahol bőven tudtok olvasni a játékról. Gyakorlatilag ezen kívül a készítők lettek ide felsorolva, a tesztelői, valamint a... az új szabály is itt az oldal aljában feltüntetve. Gyakorlatilag már ennek az érintése is kifejezetten kellemes és üdítő. Félrerakjuk a kártyalapot, és megnézzük hátulról az egészet. Látod, hogy kicsit talán sötétebb lett a kártyák hátoldala, és van benne egy ilyen kis fehér négyzet. De azonosnak tűnik, úgyhogy az első kártya, amit bontottunk, egy gyógyító fény nevezetű kártyalap. Megmutatom mindegyiket nektek, aztán utána teszem csak ide le. Aztán van egy ultrarend agyag hadsereg, ez egy gólem tárgy. Tartárgy. Jön egy Burkinator nevezetű lap. Ez egy rap kártya. Aztán egy Shellan lábadozás nevezetű kártya. Leahnak egy kalandozója, méghozzá a mumifikáló szolga. Aki gondolja, ez közben kimerevítheti a képernyőt és megnézheti a kártyalapokat. Aztán jön egy
ismételten egy tárgy, egy ezüst iránytű nevezetű gyakori kártyalap. Az életvize, ez szintén egy tárgy. Ez érdekes, mert hogy ahogy nézem, elég sok tárgyat sikerült eddig kibontani. Aztán egy már ismert token lapocska, a kerubocska. Nekem kifejezetten tetszik a kártyának a grafikája. Jön egy dűnefészek nevezetű építmény, ami szintén egy rája kártya. La. Remélem nem homályos. Aztán Bertold a kedvedért adta ki Galuidet, láthatóan. Szintén egy gyakori Galuidről van szó, de az ismerőseim közül te vagy a leginkább az, aki rajongója ezeknek a lapoknak, így hát muszáj megemlítenem itt téged. Aztán jön egy gyógyító könyv nevezetű azonnali kártya. Eddig mindössze 4 szín lapjait sikerült látni, vagy megnézni. Remélem elolvashatóak a lapok. Próbálom azért tartani. És akkor jöjjenek a nem gyakori kártyalapok. Azok közül is az első egy varkaudar lap, méghozzá egy fétis, szintén tárgy. Hát ez nagyon ortó. Látjuk, hogy mennyire lesz jó felvételen. A kitartó üvöltés, amit ugye láthattatok a Bíborhold oldalán. A goblin totemisten, amit viszont a Bíborhold mutatott be nekünk, vagy a Beholder mutatott be nekünk. És van itt még egy önfeláldozó karaván. Ez gondolom valami áldozásra csinál valamit. Most nem olvasom végig a kártyákat, mert ez egy kicsit hosszadalmas lenne a videóban. Jön egy számüzött szajon nevezetű mesekártya. És akkor megérkeztek a ritka lapok, a 2 darab ritka lap, a palackba zárt kívánság nevezetű kártya, amely egy tárgy, egy dzsin tárgy, és az egyik hír mellett már megjelent Enkala szolgája, ami egy kifejezetten idegesítő és fantasztikusan jó kántárlap lesz az összes sárga kontrollba, szerencsére Wilhelmikon nélkül. Láthatjátok, így néz ki az első kiegészítő, tehát gyakorlatilag van benne 4 darab rájalap, egy tar, 2 darab rat, 3 darab Sharon, egy Leah, ezek voltak a ritka lapok, egy Karadin, egy Dornodon, egy Szintelen, egy Tar és egy követő, azok a nem gyakori lapok, és egy rája, valamint egy Elenius lapot bontottunk, mint ritka lap a kiegészítőből. Nézzük is meg a következőt, addig ezt összeszedem.
Nézzük a második homokdönér kiegészítőt. Lóval óvatosan levágjuk a tetejét, reméljük a kártyalapok nem sérülnek. Kivesszük belőle a kártyalapot, ami ezúttal nem tartalmaz kódot. Ezt félretesszük. Félretesszük a kártya. És jön is az első egy quark lap, egy kiégett quark egészen pontosan. Egy Dornodon kártya. Jön egy izmos Pegasus nevezetű kártya. Ez egy Elenios gyakori lap. Kijött újra a veszett vérfarkas, ezúttal is gyakori formában. Nem tudom mennyit változott, mondom, nem olvastam még a kártyalapokat. Jön egy újabb gólem lap, Hegedűsmerk tiszteletére folyamatában jönnek ki a különböző gólem kártyák. Látható, hogy ez is ilyen. Aztán egy pálmalámpás nevezetű csodálatos dzsinn kártya. Szintén tárgy. Jön egy Zabukodonozor, ami egy Targodon, ugye a Targodon. Aztán jön egy nullás kártya, a Szomjazó Féreg. Ami feltámad. Érdekes kis lapocska. És akkor itt jön egy XL teknős, aminek csodálatosan szép a rajza, és át kell állítanom a fényeket, úgyhogy itt egy kicsi vágás, és onnan folytatjuk. Szóval némi technikai szünet után remélhetőleg most már sokkal jobb fényviszonyokkal visszatértem, és ugye még egyszer az XR Technősről beszéltem az imént, milyen gyönyörű szép grafikája lett. Ez szerintem sokunknak tetszik ebben a kiegészítőben is, hogy a grafikák gyönyörűek. És egy újabb sárga lap, a Homok Elementál. Érdekes magát a koncepciót. Maga a koncepció nem túl erős versenyeken, de természetesen olyan embert is ismerek, aki az elementálokat kedveli, ugye Kristóf, aki a mi kis közösségünknek a tagja. Nagyon-nagyon sokáig játszott elementállal. Az ő számára minden bizonnyal érdekes lesz. Jön egy sivatagi kerub nevezetű kártya. Aztán egy antimágikus blokkolás. Nagyon érdekes kártya, két rat, kettes antimelkia is van, rákerült. És akkor jönnek a nem gyakori lapok, egy elhagyott vizes kulacs képében. Jön az első, kicsit megigazítjuk a kártyákat, hogy láthassuk. Jön egy Orlink törzsfőnök.
Számomra ez egy érdekes kártya, Szavanta. Amivel, ha jól emlékszem, versenyt is nyertek párosan. Ugye ez leszedi az egész asztalt egy feláldozásra. Érdekes, úgy fent megjelent a lap. Bár, ha jól emlékszem, ott talán még két nekrom volt az ára. Jön egy bűvös oázis nevezetű Elenios kártya. Hálóval a közepén, jól láthatóan. És egy kincskeresés nevű mesekártya. És hát az egyik ritkája a kiegnek a pusztító motyogó nevezetű lap felújított változata. Gondolom, hogy többen is örömmel fogják ezt látni, hiszen van köztünk egy pár ember, aki nagyon-nagyon szereti a motyogó dekkeket. És a másik egy nullás lap, egy proféta bűbej, méghozzá a mágikus asszály. Amúgy egyébként maguk a lapok valóban kiválóan jó, neki nagyon jó fogásúak, hogyha megnézzük, nagyon rugalmas kis kártyalapok, mindenhol tökéletesen van vágva, egy darab probléma sincs vele, szóval igazából a minőségre semmiképpen nem lehet panasz, azt teljes egészében elhárította a Beholder Kft. És akkor egy kisebb technikai szünet, amíg összeszedem ezeket a kártyákat, és folytatjuk is a harmadik, egyben utolsó csomag felbontásával. Amúgy egyébként teljesen jó az a csomagolás, kényelmesen ki lehet belőle a kártyákat venni, és talán egy-kettővel több is belefér, szóval gyakorlatilag értékesítésnél, hogyha a kártyalapokat berakjuk ezekbe, ez még mindig alkalmas arra, hogy elvigyük benne az eladott kártyalapokat. És félre rakjuk. Szintén nincs benne kód. És hát akkor jöjjön a gyógyító köd, ami már volt szerintem ebben a csomagban. De hanem ebben a másikban. Az izmos Pegazus. Ugyanúgy megmutatom, bár ez már volt egyszer. Ez is egy régebbi lap felújítása. Egy burástya parazita. Egy pálmalámpás, ami szintén volt már. Építés, ez régen szakértelem volt. Most bűbelje a vanzsát át. Ez egy régi szakértelem kártya felújítása. Az XR technős, aminek mindig csodálatos a képe. Egy Jaidex Scarabeus nevezetű szörny.
Talán egyébként ez a paklibontós videó is valamelyest segít nektek abban, hogy láthassátok a kártyalapokat, és tudjatok készülni a frissebb, tudnátok készülni a frissebb bontotra. És itt van az antimágikus blokkolás még egyszer. Kijött a tüske csapda nevezetű tárgy, ezúttal már a csapda altípus nélkül. Még egy agyaghadsereg. Aztán az oázis suttogása. Tímer a varázsital, ami szintén egy régebbi lap felújítása. És egy két nekronos Yeti. Ami biztos, hogy nem lesz ugyanolyan, vagy hát franc tudja. Két nekronos, hát egy ingyen érkező Yeti, bár lapot nem húzott, viszont tud antimágiázni. És akkor jön egy Gunweed, egy interruptor, szintén Bertalan a kedvenc etnikumból. Egy vérforraló nevezetű éjfagy. Hát elég csúnya lett szegényke. És van egy burás csalap, a fertőzött gazdatest. Hasonlóan a Xenókhoz, szegény kis burástyák is egyre erősebbek lesznek ezáltal. És akkor egy már ismert ritka lap, a sivatagi áramlat nevezetű kártya. Ez az egyik ritka. És a másik ritka, egy szerencsénk van, ezt is ismerjük már, azonban jól látható lesz, hogy hogy néz ki egy foilos lap. Nagyon jól olvasható a rajta lévő szöveg, maga a lap már megjelent és bemutatásra került a Beholder oldalán, de látható, hogy nagyon szépen csillog, és a szöveg teljesen jól olvasható rajta. És megnézzük a hátulját, nincsenek rajta sérülések, vágásból vagy bármiből eredő különbség, sőt, le vannak kerekítve a sarkok is, ugyanúgy, mint bármelyik másik kártyának, tehát hátulról sem tudjuk megkülönböztetni, hogy ez egy foilos lap. Ez mindenképpen a minőséget mutatja. Gyakorlatilag végére is értünk ennek a videónak. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Hamarosan ti is bontogathatjátok a kiegészítőt. Remélem, hogy nagy örömmel teszitek. Én még egyszer azt mondom, hogy a magára minőségre semmiféle panasz nem lehet. Csodálatos, nagyon jók a kártyalapok, és gyönyörű szép. Reméltem, hogy lesz benne legalább egy darab folylap, amit meg tudok mutatni, hogy milyen szinten más. És az az igazság, hogyha most így ránézek, ennek talán a felületet nem is karcolódik annyira, mint a másik folyos kártyáké, amelyek sajnos a piszok foltoktól is egy kicsit karcolódnak. Tehát, hogyha játszunk velük és berakjuk őket protektorokba, és abban van egy minimális mikro szemcse is, az is képes végig karcolni a felületét. Reméljük, hogy ezért ez a fajta lap
kevésbé fog karcolódni. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Aki nem tette, az iratkozzon fel a csatornára. További szép napot nektek! Sziasztok!